Kedves nap az Úr megadta, hogy megújuljon már a életünk. Újra fáradt élet, mint az Úr megadta, itt van az üdös nap, hogy megújuljon fáradt életünk. Újra benne fáradt életünk, újra, 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 zengik a háladal, zengik. Csodákat tett velünk az Úr, csodákat tett velünk az Úr, újra, újra, zengik. Jó napot kívánok mindenkinek, és hasznos munkát! Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsek mindenkit, aki ma itt ezen a Szeretett Híd önkéntes akción részt vesz. Külön megtisztelő figyelemmel és szeretettel köszöntöm Fazekas László, református püspök urat, aki személyes jelenlétével megtiszteli ezt a mai megnyitót és mai munkát. Köszöntöm a diakónus igazgatóasszont, a perbetei lelkészurat, valamint a perbetei magyar alapiskola igazgatóasszonyát, helyettesét és tanítói karát, akik akció szervezői és véghezvívői lesznek. Nagy szeretettel köszöntöm a diákokat, akik szintén részt vesznek, és a fölnőtteket ebben az akcióban, ami nagy segítség számunkra iskolánk areáljának a rendbetételébe. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttek, és önkéntesen vállalják ezt a munkát. Most pedig átadnám a szót a püspök úrnak. Tisztelt polgármester úr! Igazgatónő, nagy tiszteletű úr, tisztelt igazgatónő, helyettesnő, pedagógusok és kedves jelenlévők, talán azt is mondhatom, hogy aktivisták. Nagyon örülök, hogy ezen a Szeretett Híd elnevezésű önkéntes napon ennyi sokan egybegyűltek itt Perbetén, és örülök annak, hogy kiki vállalta azt, hogy magára ölti ezt a trikót, én is fölvettem, bár alatta más öltözet van, mivel más irányba visz aztán az utam, de mindenképpen örvendetes az, hogy ezen a napon, ezen az alkalmon ennyi sokan itt vagyunk a perbetei iskola területén. Mi is ez az alkalom? A Magyar Református Szeretett Szolgálat tavaly, amikor a Magyar Református Egyház alakult és az alkotmányozó zsinatra május 22-én Debrecenben sor került, indította ezt a Szeretett Híd elnevezésű akciót, és ez az akció most minden esztendőben az alkotmányozó zsinat évfordulóján kerül megszervezésre, ennek az ünnepségnek, illetve emlékezésnek részévé válik. Mit is jelent ez? Nem csak a közöttünk lévő egységet jelenti, hiszen most a Kárpát-medencében mindenütt, minden egyházkerületben, beszélhetünk itt az Erdélyi egyházkerületről, Kárpátaljáról, Királyhágón mellékről, Magyarország 4 egyházkerületéről, vagy akár itt felvidékről, megmozdulnak az emberek, mert hívogatunk mindenkit, hogy ki önkéntesen, akinek ereje van, tehetsége van, lehetősége, ideje van, kapcsolódjon bele ebbe az akcióba, amelyel szeretnénk megmutatni azt, hogy saját erőből is nagyon sok mindent el lehet végezni és meg lehet csinálni. Gondolom, hogy mindenki szereti a saját iskoláját. Ez így van itt is, gondolom. Szereti mindenki a saját faluját, a községet, városát, ahol lakik, ahol tevékenykedik, ahol kapcsolatai vannak, és szereti azokat az embereket, akik körülveszik. És ennek a Szeretett Híd elnevezésű akciónak a lényege az, hogy teljesen önként, Istentől kapott szeretetből próbáljunk meg segíteni egymáson, és próbáljuk meg azt adni, amit Isten
ajándékba adott nekünk, elsősorban szeretetet. Ennek sok megnyilvánulása lehet. Meg lehet látogatni ez alkalommal idős, elesett embereket. Lehet segíteni a betegeknek, lehet vigasztalást vinni azoknak, akik magukra maradtak, de lehet kerítést festeni, hogy szebb legyen a környezet. Vagy, ami itt készül, igazgatónővel végignéztem az elején, lehet rendezni az iskola környékét, az iskola areáját, hogy szebb környezetbe tanulhassatok, és szebb környezet legyen, és ezt akkor talán jobban meg is becsüljük. És miből táplálkozik ez az indulat? Abból a szeretetből, amit mi Istentől kapunk. Ezt a szeretetet szeretnénk megmutatni, és ezt a szeretetet szeretnénk továbbadni. És amikor rajtunk van ez a trikó, amin az van, hogy Magyar Református Szeretetszolgálat, akkor ez mindenkit emlékeztessen arra, hogy Isten azt a szeretetet adta nekünk, amely nélkül nem tudunk élni. És ezt a szeretetet szeretnénk mi valahogy, valami módon, munkánkkal, segítségünkkel, szolgálatunkkal megmutatni a mi szűk kis környezetünknek. Ahogy hallottam, Szlovákiában, a mi egyházunkban, itt a Felvidéken körülbelül 1000 mozdultak most meg. De hogyha arra gondolunk, hogy egész Kárpát-medencében hány 1000 vannak most, akik talán ugyanígy állnak egy ilyen megnyitón, és utána elindulnak, és tevékenykednek, és munkálkodnak, és örömet osztanak, örömet visznek, akkor azt hiszem, hogy érezhetjük azt, hogy mi igenis egyek vagyunk. Nem csak mint magyarok, hanem reformátusok is. Én kívánok mindenkinek a mai naphoz sok erőt, de nagyon sok örömöt is, amely abból fog majd fakadni, amit el tudnak itt végezni, másnak is öröme legyen belőle. Sok áldást és Isten békességét kívánom a mai naphoz. Köszönöm szépen!